tisztulási tünetek sem az Anami program találmánya. Ha például elolvassátok Beata Bishop könyvét, Ideje a gyógyításnak, azt írja le, hogy hogyan gyógyult meg a rákból egy speciális diéta segítségével. Leírja a testi tisztulási tüneteket, az érzelmi tisztulási tüneteket, ezt, hogy hogy alakul át az egész élete. És erről nem az Anami program tehet, hogy vannak tisztulási tünetek. Biztos értitek, hogy mire gondolok. Bár így lenne, mert akkor visszavonulnék, és akkor a világban nem lenne több tisztulási tünet, de sajnos nem rajtam múlik. Hanem, hogyha valaki tényleg energiaszintet akar ugrani, akkor ezt meg lehet csinálni, csak annak gyakorlatilag az az ára, hogy szembenéz azzal, hogy mi az, ami egy alacsonyabb energiaszinten tartotta addig. Úgyhogy ez ennyire logikus, biztos látjátok benne a racionalitást. Vannak testi tisztulási tünetek, amikor a toxinok, amik egyébként lerakódnának valahol és betegséget okoznának, azok elkezdenek kitisztulni, bekerülnek a véráramba, kiválasztódnak, és az ember nem érzi magát túl jól, túl fényesen ebben az állapotban. Vagy ha valaha volt valamilyen betegség a testben, és nem gyógyult meg tökéletesen, akkor lehet, hogy átmenetileg megmutatja magát újra. És vannak érzelmi tisztulási tünetek. Ezek onnan lehet megismerni őket, hogy nincsen kiváltó oka, jön és megy ok nélkül. Például az ember érezhet gyászt, vagy lelki fájdalmat úgy, hogy nekem eszembe jut, hogy én ezt magazinon sírtam, pedig az azért nem az az újság, üzleti újság, tehát nem feltétlenül az, amin az ember elsírja magát. Ez egy jó példa arra, hogy tényleg ok nélkül jön és megy. Vannak szellemi tisztulási tünetek, vagy sorsbéli tisztulási tünetek, amikor minden olyan kapcsolat, helyzet, életterület, ami elakadásban volt, és nem az igazságból volt, hanem kompromisszumon alapult, és gátolta azt, hogy azok legyetek, akik valójában vagytok, az lehet, hogy elengedődik. Akár barátságok, akár szerintem tudnátok folytatni a sort. Meg van olyan tisztulási tünet is. Én azt szoktam mondani, hogy amikor idejöttök, akkor szeretnétek letenni a problémáitokat, a félelmeket, a fájdalmakat, és ezek olyanok, mint hogyha rá lennének applikálva egy kemény vázra. Hívhatjuk egónak is. Ez olyan, mint egy kemény páncél, ami azt ígéri, hogy megvéd benneteket, és végig tudtok sétálni az életeteken, anélkül, hogy bármi bántódásotok esne, és soha nem kell fájdalmat érezni többet. Ez az ígéret hamis, de ezért mindenki magán tartja ezt a páncélt jobb hián. Amikor elkezdtek velünk gyakorolni, akkor a tisztulási tünetek, ahogy mondtam, végig lehet követni ezt a sort, de valahogy ez mind befelé vezet oda, hogy valami megtörjön bennetek. Csak azért, mint hogy feltörik a tojás, hogy látszon az a csodálatos fény, akik valójában vagytok. Mindenkin van egy ilyen páncél. A sors hivatott arra, hogy ezt összetörje. Csak a sors az lassabban dolgozik. Több szereplőt mozgat. Még a gyakorlása sokkal gyorsabb. Lehet, hogy emiatt valamennyivel fájdalmasabb is. Viszont minél hamarabb megnyilvánul a világban az, aki valójában vagy, minél hamarabb azt fogod érezni, amire valóban születtél. Nem csak mint hivatásod, hanem az az érzés, hogy milyen hogy mekkora boldogság és csoda itt lenni a Földön. Minden egyes pillanat. Ha még nem így éltek, akkor lehet, hogy van még elakadás, ami ki fog tisztulni. Mert valahogy az égiek azon dolgoznak, hogy átéljétek ne csak ennek a fájdalmát, de ennek a felemelő gyönyörűségét is. Hogy itt élünk ezen a bolygón. Úgyhogy lehet, hogy most fájdalmas, de csak azért, hogy ez az egész valahogy kifényesedjen, hogy valami sokkal jobb jöjjön, mint amit valaha nem is gondoltál volna. Nem az lesz, hogy megkapjátok azt, amit kértek, csak reménytelennek tűnik, azért jöttetek ide. Nem az lesz, hanem valami sokkal nagyobbat. Valami sokkal jobbat. Azt fogjátok mondani, hogy amit kértem, az csak egy kicsi része volt. Valami sokkal nagyobb nyílik ki. Olyan ez a módszer, mint én néha egyszer-kétszer voltam thai-masszázson, és vannak jó masszőrök, meg rossz masszőrök. A rossz masszőrök simogatnak, és ugyan nem fáj az embernek, de nem sok minden történik, például talpmasszázsnál. És vannak a jó masszőrök, akik nagyon nagy együttérzéssel belenyomnak a fájdalmas pontba, és fokozatosan, tehát nem az van, hogy egyből ráugranak a hátatokra,
Csak lehet érezni, és közben azt mondják, hogy yes, yes, yes. Nem, mert ez az érzete, hogy tudják, hogy fáj, végtelenül együttérzőek, de igenlik a folyamatot. Úgyhogy egy kicsit ilyen ez az energia is, hogy végtelenül együttérző, nagyon szeretetteljes, de abból a szempontból kérlelhetetlen, hogy ahol van még fájdalom a mélyben lefolytva, ezt valahogy ki akarja onnan tisztítani, valahogy felszínre akarja hozni. Úgyhogy megtörni az szép, mert nem ti törtök össze, az örökké való lényeteket elfedő páncél az, ami összetörik. Amit lehet, hogy az ember azzal azonosít, hogy az az önmaga, de kiderül, hogy nem. Meg még valami. Valami miatt annyira viccesen van megcsinálva a világunk, hogy gyakorlatilag, amíg az ego nem törik meg, addig senki nem hisz az Istenben, hanem mindenki magában hisz. És van ez az állapot, amiben te is vagy, és mindannyian közelítetek hozzá. Amikor valahogy kinyílik a végtelen gyönyörűség. És Isten nem egy egoista öregember szakállal fönn, aki azt akarja, hogy állandóan róla legyen szó, hanem az csak a természetes állapota a boldogságnak, meg a létezésünknek itt a Földön, meg minden világban. Minél jobban elzárja magát az ember ettől, annak keményebben kell tartania. És ennek egyszer vége van, ennek a keménységnek. Amikor lefolytva vannak ott ezek az energiablokkok, az ember nem szenved olyan látványosan, mint amikor tisztulási tünetek formájában kitisztulnak. Legalábbis ez az erőtér úgy van behangolva, hogy a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb legyen, úgy, hogy még stabil legyen, biztonságos és kibírható. Azért az állapotért, hogy az ember azt érzi minden helyzetben, hogy a biztonságérzet, amit minden sejt érez. Tehát nem fejben előállított, hogyha oda megyek, akkor majd jól kommunikálok, kitalálom előre, hogy mit mondok, és akkor majd ezért nem fogok, mit tudom én, sebezhetőnek tűnni. Értitek, mire gondolok? Hanem a mélyben, amikor ez alapból megvan, amikor az ember nem is érez soha más, nincs bizonytalanságérzet, nincs félelem, és még sorolhatnám az összes negatív érzést. Ez egy egészen más állapot. Lehet ezt kerülgetni minden pillanatban, hogy az ember jó mentális stratégiákat használ, meg mit tudom, elkerüli azokat a helyzeteket, amik nagyon neccesek. A legtöbb ember így él. Viszont én azt gondolom, hogy bőven megéri ebben az energiában hagyni kitisztulni ezeket az elakadásokat, mert ezt hívom magasabb energiaszintnek, és amikor azt mondom, hogy magasabb energiaszinten másmilyen érzelmek jellemzőek, akkor ezt értem alatta, hogy az ember nem tud félni. Én például végig rettegtem az életem felét, és ha visszagondolok, hogy milyen félni, nem emlékszem rá, ez nagyon durva. Pedig nagy menő voltam benne, tehát tényleg nem. Para specialista, és nem tudom milyen. És ha rám néztek, akkor látjátok, hogy ennek van egy kisugárzása. És nem azzal kompenzálom, hogy már bátor vagyok, és mit tudom, megcsinálom. Tehát nem ez a fejben előállított dolog, hanem egy ilyen élő energia, ami kitölti a testemet. Úgyhogy ezért érdemes kibírni a tisztulási tüneteket, mert az sovány vigasz, hogy mit tudom én, nem baj, hogy ott van, mert nem fáj annyira, mert a nem baj, hogy ott van, az minden pillanatban baj, hogy ott van. Biztos értitek, hogy mire gondolok. Ez egy másmilyen élet, nem az az élet, amire születtetek.